Üdvözlünk a Ricskál.hu csatornáján. A Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton vagy a Chanel nevet először meghalva az emberek nagy részének az jut eszébe, hogy drágák. Ez nem véletlen, hiszen a vállalatok marketing stratégiájának része az ár is, azonban nem igaz a közhiedelem, hogy csak azért fizetünk érte többet, mert rajta van a logó. Részletesen lebontjuk nektek, hogy miért találkozhatok sokszor elképesztően magas árakkal a boltokban. Legelőször megfizetjük a dizájnerek munkáját, akik általában magasabb órabérre dolgoznak, mint egy átlagos fast fashion cégnél. Ezután jönnek az általuk használt anyagok, amik szintén drágábbak. Nagyon fontos, a gyártás helyszíne egy Kínában vagy Indiában elkészített ing mindig olcsóbb lesz, mint ha Olaszországban vagy Franciaországban készítenék el. Egy Gucci pólóból általában kevesebb fogy, mint egy H&M-esből. Éppen azért az előbbi általában kevesebb mennyiséget gyárt, ami törvényszerűen a költségeket magasabbra teszi. De ne gondoljuk azt, hogy csak a munkaköltségek kerülnek sokba. Mint minden egyéb termék esetében, itt is igaz, hogy amíg a ruhadarab bejut a vásárlóhoz, a lánc minden eleme szeretne profitot termelni az eladáson. Ezek a komoly márkák nem engedhetik meg maguknak, hogy lepusztult környezetben tárolják a termékeiket, ezért a gyárak és a raktárak kialakítása is többe kerül az átlagnál. A legfontosabb csak most jön, az eladás helyszíne. A luxus brendek a város legelőkelőbb helyszínein nyitnak boltot, hotelek aljában, főutcákon vagy éppen a bevásárlóközpontok legforgalmasabb részein. Itt bizony a bérleti díjak is a megszokott árak sokszorosai, amit mind az adott bolt eladásaiból kell kitermelni. Sokszor a márkák nem saját üzletekben árusítják a termékeiket, hanem viszonteladóknak adják el azokat. Előfordul, hogy itt a beszerzési árduplájával is találkozhatunk, mert erre van szükség a nyereséges működéshez. Emellett egy ilyen cégnek fontos az egységes arculat és a minőségi megjelenés kialakítása. A fashion show-k, reklámok, együttműködések, hírességekkel, fotósok, videósok és még sorolhatnánk, mindenhol a legmagasabb színvonal az elvárás, ezért a marketing költségek is nagyobbak a megszokottnál. A marketing része az ár pozícionáló ereje is. Sokan aszerint kategorizálnak egy brendet, hogy mennyibe kerül. Így előfordulhat, hogy árcsökkenéssel a cég csak elbukná a népszerűségét vásárlói előtt, ezért is találkozhatunk néha indokolatlanul magas árral. Nem szabad azt hinni, hogy minden jó minőségű, ami drága, mert ez természetesen nem igaz. Azonban az sem, hogy a nagy brendeket az áruk tették azzá, amik. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról. Weboldalunkon a ricskla.hu-n további érdekes cikkeket olvashattok olyan dolgokról, amik kiemelkedően magas minőséget nyújtanak. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!